Önök a heti szakaszt Brajer Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról. Stúdiónk vendége Balázs Gábor, eszmetörténész. Üdvözlöm itt a stúdióban. Üdvözöllek. Ezen a héten a Balák heti szakaszról fogunk beszélni, ami egyébként nem egyedi eset, de ritka eset, hogy egy nem zsidó nevéről van elnevezve ez a heti szakasz. És a heti szakasz valódi főszereplője nem Balák, hanem egy szintén nem zsidó, de egy kiemelkedő nem zsidó proféta, akit Bileámnak neveznek. És ennek kapcsán aktuális beszélni arról a tulajdonképpen egy tévképzetről, vagy nem egyértelműen, kivál, nem egyértelműen igaz kijelentésről, miszerint a zsidóság az a szabadságnak a vallása. Ezt nagyon sokszor lehet hallani, többnyire olyanok szájából, akik magától értetődőnek veszik a szabadság fogalmának egy bizonyos értelmezését, és azt is magától értetődőnek veszik, hogy a szabadság értelmezésének egy modern verziója az ráhelyezhető egy hagyományos kultúrkörre, egy, egy hagyomány követő ókorból származó vallásra. Ez csak nagyon Korlátozottan igaz. Ha persze természetes, hogy sok olyan dolog, ami nagyon vonzó modern ember számára, az tényleg megtalálható az ősi zsidó hagyományban. Például ilyen a gondolatnak a szabadsága, a vitának a szabadsága, az, hogy a zsidó hagyományban nem alakult ki dogmatika. Persze vannak kötelező érvényű hitelvek. De ezek a kötelező érvényű hitelveknek a pontos jelentése nem rögzített, a pontos jelentése az interpretáció függő, ezekről szabadon lehet vitatkozni. Tehát ilyen értelemben persze lehet azt mondani, hogy a zsidóság az a szabadság vallása. A szabadság, mint elf, nagyon fontos, hogy megjelenik. Mégis ennek a heti szakasznak a kapcsán én megemlíteném a szabadságnak két alapvetően különböző felfogását. Az egyik felfogása az, amit Sir Isaiah Berlin e, úgy nevezett, hogy a negatív szabadság. És a negatív szabadság az, amelyet általában a különböző a liberalizmus politikai eszmevilágát követő politikai irányzatok e, vallanak, és ez azt jelenti, hogy a szabadságom abban nyilvánul meg, hogy minél kevesebb korlátom legyen, ezért negatív szabadság nem azért, mert ez, ez nem értékítélet, hanem azon keresztül definiálja a szabadság fogalmát, egy tagadáson keresztül, hogy nincsenek korlátaim. Ezzel szemben áll az úgynevezett pozitív szabadságnak a modellje, amelyik általában ezt inkább a politikai konzervativizmusnak a, a hívei vallják ezt a szabadságfelfogást, amik azt mondja, hogy nem a korlátok hiánya, hanem az a szabadság lényeg, hogy azt teszem, amit én akarok. Attól, hogyha szabadon vállalt korlátaim vannak, attól még nem vagyok kevésbé szabad. Ez tehát egy modern politikai vita. Amennyiben az utóbbi felfogás szerint értelmezzük a szabadságot, akkor azt hiszem, hogy valóban azt lehet mondani, hogy a zsidó hagyománynak van egy olyan tendenciája, amelyik, amelyiket bátran úgy lehet nevezni, hogy a szabadságvallása. Kitűnő példáját látjuk ennek a két szabadság felfogásnak, a két kiemelkedő profétának, aki szerepel ebben a heti szakaszban. Itt két spirituális géniusról van szó. Az egyik Mózes, aki nem új szereplő egyáltalán, és ez a mózes az, aki, akivel az örökkévaló való szemtől szembe beszél, bármit is jelentsen ez a, ez a, kifejezés. Ez a Mózes az, akiről azt mondja a Tóra, hogy nem lesz olyan proféta több, mint amilyen Mózes volt Izraelben. Teszik hozzá. Mit jelent ez, kérdezi a talmudi kommentátor, mit jelent ez, hogy Izraelben nem lesz olyan? És azt a választ adják rá, hogy a népek között, a nem zsidó népek között ott viszont van olyan, és ez bilám. Tehát itt látjuk egy nagyon érdekes megnyilvánulását. A Talmudban én egy másodpercig nem fogom azt mondani, hogy a Talmudnak a, a domináns irányvonala az az univerzalizmus, de jelen vannak univerzalista eszmék a Talmudban. Tehát például itt a legnagyobb zsidó profétával legalábbis egyenlő szintre helyeznek egy nem zsidó profétát, ezzel azt sugalva, hogy nincsen alapvetően, tehát képességek tekintetében semmiféle különbség egy zsidó és egy nem zsidó között, mind a ketten Isten emberek, és csak tőlük függ, hogy jó vagy rossz irányba fogják a képességeiket megvalósítani. Mózesnél végig azt látjuk, hogy Mózes mindent megtesz azért, hogy a legjobb irányba vigye az általa vezetett népet. Milyen azonban ez a bilám? A bilám, aki úgy tűnik, hogy Balák, a király, Pontosan tisztában van azzal, hogy ő megáldozza a zsidó, hogy ő megátkozza a zsidó népet, akkor a zsidó nép el fog veszni. Ha megáldja őket, akkor a zsidó nép sikerrel jár. Tehát hihetetlen spirituális energiák vannak bilám birtokában. És e Bileám nem tud más tenni, mint amit az örökké valósul neki. Megállja a zsidó népet, de későbbi történetekből úgy derül ki, hogy mégis végül azonban nem egyértelműen pozitív szereplő Bilám, és a nép bukásának is úgy tűnik, hogy, vagy pontosabban az egyik kudarcának, Izrael népének a pusztai vándorlás során éppen a Bilám az oka. És felvetődik ez a kérdés, hogy mit tudunk meg Bilámról? Vajon miért volt ő más típusú vezető, hogyha képességei tekintetében egyenlőek voltak Mózessel? Akkor mi a nagy különbség? És azt hiszem, hogy ez a kettők szabadság felfogása között volt. A bilám egy olyan típusú zseni, aki a negatív szabadság felfogásolja. Azt mondja, nekem nincs szükségem közösségre, nekem nincs szükségem népre. Ez egy nagyon érdekes Talmudi szójáték. Tovább erősíti ezt a gondolatot. Próbálják megmagyarázni, hogy mit jelent ez a név, hogy bilám, és a Talmudi kommentátor azt javasolja, hogy úgy értelmezzük, hogy beló ám, tehát nép nélküli. Tehát egy olyan ember, aki minden közösségi lojalitást, minden közösséghez tartozást levetett magáról, mondván, hogy én individum vagyok. Én vagyok a legokosabb, én vagyok a legnagyobb spirituális hatalommal rendelkező ember, nekem a többiekre nincs szükségem. És Ezt én... kell tudnunk tulajdonképpen egy olyan profétától, aki nem tartozik a zsidóság kötelékébe. Igen, bár én azt hiszem, hogy itt valójában tényleg a vezetői archetipusokkal, tehát nem az a baj Bilámmal, hogy ő nem zsidó, hanem az, hogy egy olyan vezetői modellt választ, amely azt képzeli, hogy a közösségtől függetlenül is tudok vezető lenni. Nekem nincs szükségem a többi emberre, mert én jobb vagyok. Ehhez képest, hogyha ezzel összehasonlítjuk a mózes egy egészen más típus találunk. Mózes úgy fogja föl a vezetői szerepet, hogy a vezető a közösségnek a szolgája. És ez válik érthető módon, ugye a zsidó hagyomány az a múzesi modellt követi, de egy nem kisebb géniusz, mint a Bilám, az azt mondja, hogy én merem a korlátokat vállalni. Én megszabok magam számára, elfogadom a közösséghez tartozásnak a korlátait, és ettől én nem leszek kevésbé szabad. Tehát nem arról van szó, hogy Mózes a Rapságot választotta, és Bilám a szabadságot, hanem hogy ők ketten a szabadságnak két különböző koncepcióját vallották. Az egyik a közösségtől való függetlenedés, az individuumnak a korlátlan uralmát hirdeti, a kiemelkedő individuumnak, a másik pedig azt hirdeti, hogy a kiemelkedő individuumnak is csak akkor lehet teljes az élete, hogyha be tud illeszkedni a népébe, hogyha a hűségen, a néphez való lojalitáson keresztül szolgálja, és ettől ő nem kevésbé lesz szabad, hanem egy egészen másfajta szabadságot fog megtapasztalni, ahol nem külön élve, nem a néptől elszakadva, hanem a népben benne élve, minden konfliktussal és minden korláttal együtt valósítja meg önmagát. Tehát, hogyha aktualizálni akarom ezt a heti szakaszt, akkor tulajdonképpen ez egy modell lehet a mai politikai vezetőknek is. Azt gondolom, hogy mind a politikai, mind a vallási vezetők számára ezen nagyon érdemes elgondolkodni, hogy vajon kihez akarok hasonlítani, ahhoz, aki tényleg vállal bizonyos korlátokat, de a korlátokért azt kapja cserébe, hogy benne marad a közösségben, benne marad a népben, vagy pedig azt gondolja, hogy én annyira kiemelkedő vagyok, hogy nekem nem kell azzal törődni, hiszen úgyis én ismerem a legmagasabb rendű spirituális igazságot, és ezért nem kell azzal törődnöm, hogy mit gondol a közösség rólam. Aki a tóra részlete, Szeretne venni, annak mikor és hova kell megérkeznie. Bármelyik zsinagógába természetesen, de mi különösen szívesen várjuk a Visegrádi utca 3-ban, ahol 9 órakor kezdjük az imát, és hozzávetőleg fél 12-ig tart, utána pedig kitussal is nagyon szívesen látunk minden vendéget. Az elmúlt percekben Balázs Gábor történész a heti szakaszt ismertette. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, Ssebáccsalom. Sabácsalom.